oldalra helyezkedtetek. Egy picit még menjetek beljebb. Jó? Nagyon jó. Tedd le a füzetet. Kényelmes, egy picit még menjetek. Úgy, jó, jó. Hát a dédike, ide tesszük a képét, 103 éves volt. Kinek halt? Szűzanya várt már rátok, Jézusra mutat, mindig Jézusra mutat, bújjunk oda hozzájuk közel. És most egy ronda, üres tövisporszorút hoztam, és ezt fogjuk most levelekkel földíszíteni, imával, levelekkel. De te virágokkal, virágokkal díszíted a rajzodon, jóságokkal, imákkal. Ugye már szépül a koszorú, az a ronda, hogy a végén egy gyönyörű, szép virágkoszorúval fogadjuk Jézust, amikor eljön. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Úgy körbe rakjátok a koszorúra. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál hévettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért ma is, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária, Jézus, fogadjátok el, hogy kizöldítettük ezt a csúnya, száraz ágat, így szeretnénk megszépíteni a töviseket, sok-sok jósággal megvidámítani Jézusnak a szívét, akit hamarosan az irigyek bántani fognak. Amen. És ugyanígy oda tesszük a dédi képét is, az ő életét, halálát. Köszönjük, hogy ilyen szép, hosszú életet kapott, és most már fogad be a mennyországba. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Most vissza is adom neked, hogy nehogy itt felejtődjön, jó? Köszönöm szépen, hogy ezt nekünk elhoztad. Hát, emlékeztek arra, hogy Jézus hol töltötte az egész éjszakát sokszor? Hegyen. A hegyen. Mit csinált a hegyen? Erőt kapott. Kitől kapta az erőt? Istentől. Mi is erőt kapunk, amikor imádkozunk. Mit csinált ebben az erővel? Gyógyított. És még? Csodákat tett. És még? A vihart elállította. Teremtett. Segített. Azért tett csodákat, hogy megmutassa, hogy bi-bi-bi, én tudok csodákat tenni? Nem. Hanem, mond még egyszer, segített. A bajba jutottaknak. Például ki melyik csodára emlékszik, lehet a templomba, otthon? Amikor a vakot változtatta. A vakot, nem is egy vakot gyógyított. Az asszony. A vihar. Meggyógyította a bénát. Azt majd még csak jövő héten fogjuk mondani, de már te tudod. És nem is egy vakot gyógyított, emlékeztek? Hogyan gyógyította az egyik vakot, hogy a másikat? Sárral. Az egyiket sárral. Sárral. De mit kért tőle? Mossa le. Hogy mossa le? Hitet. Mert mondhatta volna, hogy sár, hát ebben nem lehet gyógyítani, minek mossam le. Ugye? De nem ezt mondta, hanem engedelmeskedett. Elfogadta. De szép szót használta. Elfogadta. Igen, mert azért most már látjuk, hogy Jézus, amit mond, az úgy van. Amit igaz. Mond, az úgy van. Az igaz. Arra, az lehet, még akkor is, ha nem értjük, hogy most miért sár, miért kell lemosni. Ugye? Aztán volt az a másik vak, akit kétszeresen meggyógyított. Emlékeztek? A szívét is. A szíve honnan, mitől gyógyult meg? Azért, mert nem látott, és aztán látta, hogy ő nem ismeri a Jézust is. Akkor azt mondta, elmondta a Jézus, hogy én vagyok. És akkor meggyógyult a szíve. Aki ismeri Jézust, annak egészséges a szíve. Sokan vannak, akik nem ismerik Jézust a szívükben? Igen. Hát sajnos sokan, ha nézitek az utcán, meg a tévében. Hála Istennek, itt nagyon jó helyen vagytok az oviba, mert itt azért ismerjük a szívünkbe is Jézust. És most megint idehozom, megint megy, tudjátok, mindig úton van. Körülötte elsősorban kik? Apostolok. Elsősorban a gyerekeket, még az apostoloknál is jobban szerette.
És persze az apostolok, hát ezt biztosan tudjuk, hogy János. János. Azért elárulom nektek, hogy ő volt a kedvence. János, mert ő is gyerek volt. Mert ő odabújt a szívéhez. Jánosnak ki a testvére? Péter. Ja, na. Jakab. Ide teszem mellé, hogy legyenek együtt a testvérek. Jakab. Ez ki legyen? András. Neki ki a testvére? Fülöp. Na, elálljunk. Péter. De akkor, ha már mondtátok, akkor legyen Fülöp, Bertalan, Judás, Tádék. Ezek is mind ott voltak. Hát, Mária mindig hallgatta az ő fiát. Szerintem ez az asszony is becsatlakozott. Mostantól kezdve már mindig hallgatta ő is Jézus tanítását. Szerintem a vak is becsatlakozott. És most már ő is hallgatta, hogy mit mond Jézus, mert jó volt őt hallgatni. És ezek az Irigy bácsik is mindig ott füleltek. És hát most többet nem teszek ki. A lényeg az, hogy rengetegen voltak már megint, és képzeljétek el, Jézus beszélt, és tanított, és olyan jó volt hallgatni, hogy ezek elfelejtettek reggelizni, elfelejtettek ebédelni, elfelejtettek vacsorázni, és már este ledett, amikor Jézus odahívta Fülöpöt, és azt mondja, hogy Fülöp, hát mit fognak enni ezek az emberek? Sötétedik, biztosan éhesek. Akkor Fülöp, összedugták a fejüket az apostolokkal, hogy hát honnan adjunk ennyi embernek? Én csak ennyit raktam ki, de itt annyian voltak, mint egy nagy stadionban. 5000 ember csak a férfi, és akkor még a nők lehet, hogy 15000. Van ennyi embernek, honnan vegyünk kenyeret, és különben is sötétedik. Nincsenek boltok. A legközelebbi falu is messze van, de ott is egy boltban ennyi. Honnan? Így tanakodtak, és akkor előjött egy fiú. Neki csomagolt az anyukája, előhozakodott, és azt mondta, hogy van itt nekem 5 kenyerem, 5 kicsi cipó. Látjátok, egy a kezébe, 2, 3, 4, 5 kicsi cipó, és 2 ilyen szárított hal. És azt oda kitette Jézusnak a lába elé. És Jézus megköszönte, nagyon megköszönte, megáldotta ezeket a kenyereket, halakat, imádkozott, és azt mondta az apostoloknak, hogy ültessétek le az embereket 50 fős csoportokba, és osszátok ki a kenyeret meg a halat. És az apostolok elkezdték osztani, és az emberek sorba álltak, és az apostolok már nem mertek belenézni a kosárba, hogy már biztos elfogy, és nem fogyott el, és lehetett még kérni, és mindenki jól lakott. És amikor mindenki jól lakott, akkor Jézus azt mondta, hogy most a maradékot szedjétek össze. És akkor elkezdték a maradék kenyeret, halat összeszedni, és 12 kosár megtelt csak a maradékból. És ezek az emberek nem csak, hogy jól laktak, hanem annyira rácsodálkoztak, hogy egyszerre csak mind nekizúdultak Jézus felé, és királlyá akarták koronázni. De Jézus szépen észrevétlenül elment, és eltűnt közülük, mert ő nem akart ilyen királyságot. Most nézzük meg, hogy mi történt. Volt már olyan, hogy valamit annyira jól játszottál, hogy elfelejtettél uzsonnázni, vagy enni, menni? Nekem nem történt. Nem? Van olyan, mi az, amit annyira szeretsz csinálni, hogy még enni is elfelejtesz? Nekem volt tegnap.
Tessék? Én a kertben voltam sokáig. Mondtam, na, és mit csináltál? Nekem is mondtam. Amit nagyon szeretünk, akkor még az evést is elfelejtjük. Ezek mibe feledkeztek bele, ez a tömeg? Abba feledkeztek bele, hogy Jézust hallgatták. Olyan jó volt őt hallgatni, hogy elfelejtették. Ki vette észre? Az egész napot. Jézus. Ki vette észre? Jézus vette észre. Jézus előbb vette észre, hogy ők éhesek, mint ők maguk. Mert Jézus odafigyel, ő tudja, hogy neked most ez kell, az kell, észrevette Jézus. És mit mondott az apostoloknak? Jaj, ezt még nem is mondtam, azt a mondatot. Azt mondta a Fülöpnek, hogy ti adjatok nekik enni. Ti! És akkor kezdte Fülöp, hogy mi, honnan? Ti adjatok nekik enni. És akkor jön ez a fiúcska. Mennyi volt neki? Öt. És hány hala volt? Kettő. Na most ez sok vagy kevés? Kevés. Hát annak a stadionnyi embernek szinte semmi. Ha ő egyedül megette volna, neki sok lett volna? Neki sok lett volna. És ő mennyit adott oda? Keveset vagy? Az összeset. Mindet, az összeset. Nem, mert nem csináltad, na egyet én megeszem, aztán a többit odaadom. Mindent odaadott. Ha sok, ha kevés, ő nem számlálta. Mindent odaadott. És Jézus azt mondta, hogy tehát mi ez ennyi embernek? Nem. Megköszönte. Hálát adott ezért a kevésért. Ennyi embernek a kevés, aki a kicsit megbecsüli, az a sokat is megérdemli. És megáldotta, és erre föl a kenyér csodálatosan megszaporodott. Csodálatosan megszaporodott, mindenki jól lakott. És mennyi volt a maradék? 12 kosár. Figyeltek? Észreveszitek? Aha! Észreveszitek, hogy Jézus a maradékkal is foglalkozott. Most hadd kérdezzem meg, nektek otthon szabad, hogy legyen maradék a tányérban? Nekünk igen. Szabad? Tegye fel a kezét, akinek nem szabad, hogy legyen maradék. Hát náluk csak akkor, hogy Tenni. Szabad, hogyha nem magad csináltam. Tedd le. Szóval Jézus nagyon odafigyelt a maradékra, és most ez lesz az egyik házi feladat, hogy ezen a héten ne legyen maradék a tányérodon. Annyit kérjél, amennyit megeszel. Jó, én legfeljebb, csinálom. Legfeljebb kérsz. De mindig így csinálom. Úgy csinálod, ügyes vagy. Legfeljebb kérsz még, de ne legyen maradék, mert annyi szegény ember van, aki még a te maradékodnak is nagyon örülne. És akkor nálatok mi történik abban a maradékkal? Kidomik a kukába. Na látod. Majd megeszi az apukám. Most? Igen. Hát az nekem aranyos. Is megeszi az apukám. Miért szeretném, nem akartam megenni az apukám. Aranyos. Képzeljétem. Képzeljétünk a harmadikban. Volt egy olyan apukám, mert nem volt két, és neki vettünk egy húsit. Vettetek egy húsit, de jól tettétek. Képzeljétek el, én otthon elteszem a maradékot, meg a csirkecsontokat mélyhűtőbe, és utána kivisszük vidékre kutyáknak. Úgyhogy nem szeretem. A maradék az ételt kidobni, az egy ajándék, hogy van ennivalónk. Hány ember örülne a te annak is, amit ott hagysz a tányér szélén. Úgyhogy ezen a héten próbáld meg, hogy ne legyen válogatás, ne legyen maradék, és most a rajzolásnál is fontosabb, hogy most egy picit mi is rácsodálkozunk arra, hogy Jézus nem sokat kér. Jézus csak annyit kér, amit van, de abból mennyit? Kevesebb. Az összeset.
mindent. Ha mindent odaadunk neki, akkor ő azt megszaporítja. Nem mond semmire, hogy én nem tudom, én csak egy kicsit vagyok ügyes. Nem. Amit tudsz, oda teszed, Jézus megállja, és egyszerre csak nagyon megügyesedsz, vagy megszaporítja azt a kis tudást, azt a kis akármidet, amit van. Kicsit gondolkozunk, hogy mit tudunk mi Jézusnak odaadni? Mi az, amit ő meg tud szaporítani? Gyerekek, a múlt héten mondjad? Kenyeret, igen. Embert, hogy legyen jó sok gyerek a világon. Képzeljétek el, nekem 3 unokám lesz nyáron. 3 gyerekem vár babát. Igen, Isten így megszaporítja a családunkat. Ki volt múlt héten, és egy kicsit múlt héten mindenki. Akkor most... Sebb van a térdeden, akkor a fiúk jöjjenek. Mert a borsónak sebb van a térdén, a fiúk... Nekem is sem volt. Nekem. Akkor te maradhatsz a széken. Jöjjetek, a fiúkat hívom a szőnyegre. Akkor akinek sebe van, marad a padon. Nekem itt van lesz. És akkor a lányok is nagyon csöndbe, mert a szívedben van Jézus, veled akar beszélgetni. Én lehet, hogy nem olyan jól mondtam el, de ha nagyon csöndbe vagy, akkor ő még jobban elmondja neked a titkait. Köszönöm, Jézusom, hogy te csak annyit kérsz, amink van, nem kérsz többet. Akár kicsi, akár sok, a te áldásoddal százszoros lesz az a pici jó is, amit én adni tudok neked. Kérlek, hogy áld meg most a nagybőjti jó szándékainkat. Áld meg a nagybőjti imáinkat. Áld meg a kis virágokat, amiket gyűjtünk a tövéskoszorúra, hogy megsokasodjanak. Te áldásoddal. Ha te mással beszélgetsz, akkor Jézus visszahúzódik. Ha te vele szeretnél beszélgetni, akkor most senkivel ne törődj. Csukd be a szemed, ha zavar a másik. Most csak Jézus és te, senki más. Csak ezt a pár percedet kéri. Nem többet, nem az egész napot. Csak ezt a pár percet. És akkor megállja, és meglátod, egész nap veled marad. Ott lesz, amikor játszol, ott lesz, amikor alszol, ott lesz, amikor hazamész.
padra, Lici. Na most visszahozom Jézust, hogy le tudjátok jobban majd rajzolni őt. Hát a tömegből amennyit akartok, de a lényeg a fiú, aki hozza az 5 kenyeret, a 2 halat, és most egy kis számtal lesz, a 12 kosarat rajzoljátok le. 12 kosár maradék. Jó? Akkor adok egy áldást, és gyűjtsétek a sok-sok-sok-sok jóságot.